Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Augusztus 1-e teli hold. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul. Még mindig feljelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly 4000 forint, a téma pedig az, amit most ezen a felvételen majd mondok. Én az indiai asztrológiával dolgozom, ehhez hozzá kell tenni azt, hogy az indiai asztrológusok másképp számítják ki a horoszkópot, de ez egy precíz számítás, hiszen figyelembe veszik azt, hogy a tavaszi pont elcsúszódik. És mivel ezzel a számítással dolgozom, ez más, mint a mi általunk ismert asztrológiánál. Ez szerint a számítás szerint ez a teli hold a bak jegyében van. És itt látható az indiai horoszkóp, itt a hold, M-O, itt a képen németül, der Mond, magyarul a hold, a bak jegyében, és a nap, S-O, németül die Sonne, magyarul a nap, itt a rák jegyében van, egymással szemben áll, és ha így van, ha a nap és a hold között egy opozíción van, mert szemben állnak, ez mindig egy teli holdra utal. A téma az, amit a nap közöl, amit a hold közöl. A nap itt a rák jegyében utal a víz elemére, tehát az érzelmekre. Itt a családi kapcsolatokról van szó. Vagy megvan az a kívánság, hogy legyen egy közös otthon, családtervezés. Az is lehet, hogy fontos a visszahúzódás, hiszen ez a kényelmes otthon adja az életerőt. Ami a párkapcsolatot illeti, lehet, hogy most érzékenyebben reagálunk, vagy hogy ő most megsértődött és visszahúzódik. A hold itt a bak jegyében az jelentheti ezt a hideg-rideg tartást jelenleg, mert megsértődött. De a hold még valamit jelent itt a bak jegyében, ezek a magas célok, vagy a hivatás, ezeknek a céloknak az elérése. Itt fontos most a kitartás, itt fontos a türelem, de az is, hogy legyenek konkrét célok. Itt a nap és a hold energiája között kell az egyensúly. A családi béke, a nyugalom, a visszahúzódás, és ezzel szemben a konkrét célok, hol kapjuk meg az elismerést, vagy hol érhetőek el a magas célok, különösen ami a munkát, a hivatást illeti. A hold gyorsan mozog, és hamarosan eléri Szaturnusz bolygót a vízöntő jegyében. Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. Hatása alatt vannak sorsdöntő változások, vagy találkozások. És mivel a hold aktiválja itt a napokban Szaturnusz bolygó energiáját, ezek lehetnek sorsdöntő események. Visszatérve a mai teli holdra. Ez egy nagy teli hold, hiszen a hold eléri a pályáján azt a pontot, ami közel van a Földhöz. Ez egyúttal a Lilith energiája. Ez kihat augusztus 1-ére, kihat augusztus 2-ára is. A holdnál és ennél a Lilith energiánál, amit a hold aktivál, itt vágyakról, álmokról, kívánságokról van szó.
mivel ez nagyon közel van a Földhöz ezúttal, ez azt jelenti, ez az álom megvalósulhat. Mars bolygó itt az oroszlán jegyében van, ugyanazon a fokon, mint Jupiter bolygó a Kos jegyében. Mindkettő, tehát Kos jegye és az oroszlán jegye is a tűz eleméhez tartozik, ezért megvan egy jó kapcsolat Mars bolygó és Jupiter bolygó között. Ez jelentheti az igazságot. Ha van egy bírósági ügy, fektesd be az életerődet, légy aktív, mert ez győzelemhez vezet. Vagy azt is jelentheti, hogy kapsz egy segítséget kívülről, és valószínű itt egy férfiről van szó, hiszen Mars bolygó utal a férfiakra. Általánosságban jelenti a szerencsét, a sikereket, az esélyeket, különösen ami a férfiakat illeti, hiszen Mars bolygó szimbolizálja a férfiakat. Nálunk, hölgyeknél Mars bolygó jelenti az életerőnket, ahova most be kellene fektetni. Tehát látni kell az esélyeket, és ez lehet egy új kezdet, hiszen Jupiter bolygó a Kos jegyében szimbolizál új kezdetet. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor te állsz itt a középpontban. Ez a virágcsokor utalhat a nőiességedre, a szépségedre, egy szép környezetre, de jelenthet egy meghívást, egy kellemes meglepetést, vagy egy ajándékot is. Itt a csillagok szerencsét hoznak, de jelentik a spirituális területet is, és előtted a fa a gyógyító erőt. Lehet, hogy ez a hivatásod, vagy benne vagy egy bizonyos helyzetbe, ami eddig úgy betegített téged, de itt van most a szerencse, javul a dolog, hiszen megvan ez a gyógyító erő. Ez a szív utal a szerelemre, és az utak a döntésekre. Tehát fontos döntések előtt állsz, ami a párkapcsolatot illeti, ami a hivatásodat illeti. Itt valami még átláthatatlannak tűnik, vagy bizonytalan vagy, hogy melyik irány helyes számodra, de hamarosan lesz itt egy új kezdet, ezt jelentheti a gyermek, és ez a nap megvilágítja a helyzetet, megvilágítja az életutat, és akkor tudsz döntéseket hozni. Ez a könyv jelentheti a tudást, a továbbképzést, a gyermekekkel együtt az iskolázást, de azt is jelentheti, hogy te vagy ő kicsit zárkózott volt, emiatt volt valami olyan átláthatatlan, de megváltozik a helyzet, lesz újdonság, egy új irány, kisüt a nap, ami megvilágítja az élet utakat, ugyanúgy, mint ez a telihold, hiszen a telihold is megvilágítja az élet utat, könnyebben tudunk döntéseket hozni. És ez volt a telihold felvétel. Köszönöm a figyelmeteket, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!